Mai műsorunkban a Kreatív Chef főzőmagazin 8. részét láthatják. Üdvözlök mindenkit a konyhámban! Ma visszatérünk a magyaros ételek ízvilágába. Ismét három ételt fogunk elkészíteni. Előételünk egy füstölt tatár bíftek lesz, főételünk egy kelkáposzta főzelék burgonya gombóccal, desszertünk pedig egy újra gondolt mákos guba. Előételnek készüljön tehát egy füstölt tatár bíftek, kicsit másként. Amihez mindenképp szükségünk lesz rá, jó minőségű bélszínre. Én a megszokottól eltérő módon nem fogom ezt darálni, hanem sokkal jobban szeretem, hogyha érezni a textúráját, az állagát, úgyhogy nagyon-nagyon vékony szeleteket vágok belőle, és utána apró kockákra fogom ezt vágni. Ha a húsunk hasonló finomsága a daráltéhoz, akkor félretehetjük. És ami még kell bele, az egy jó adag hagyma. Én ezt le fogom reszelni, hogy minél finomabb legyen. Nagy dugó reszelőn, és hogy ne legyen az az erőteljes hagyma íze, és ne legyen tőle vízes a tatárunk, ki fogom szűrőn csepegtetni. Látszik, hogy mennyire nedves már most is a hagymánk. Ha ezt így kicsavarjuk, akkor körülbelül a fele súlya lesz, és eltűnik az az erőteljes íz is. Ha a hagymát kinyomkodtuk, akkor szintén félretesszük. Jöhet ide a hús mellé. Kisebb lyukú reszelek még két gerezd fokhagymát. Ezt is ide félreteszem. Így szépen felsorakoztatom egymás mellé, amiket bele szeretnék keverni. Neki is állhatunk a tatár bíftek összekeverésének. Én egész mustárral dolgozok, egy apró szemű egész mustárral. Azért, mert hogyha rendes mustárral dolgoznék, akkor az bebarnítaná és elvenné ezt az üde piros színét a húsunknak. Nem teszek bele mindent egyszerre, folyamatosan fogom kóstolgatni, ízesítgetni. Bors az mindenképp kell bele. Só. Sokan ketchupot szoktak beletenni, én egy adag paradicsompürével fogom ezt ízesíteni. Viszont semmiből nem használok sokat, mert nem szeretném, hogy elmenjen a húsnak az eredeti, friss, finom íze. És akkor jöhet bele a hagyma. Nem mindet persze, ahogy mondtam. Egy adag fokhagyma. És amit önök nem szoktak meg, egy kis adag füst. Lehetne ezt a húst füstölni is, de akkor szintén félő, hogy elveszteni ezt a szép üde piros színét, és akkor nincs más dolgunk, mint ezt összedolgozni. Még egyszer átvagdoshatjuk, így még apróbb lesz a hagyma is, a hús is, és egészen biztos, hogy jobban összekeverednek majd az ízek. Ha szeretnénk még egy kicsit ízesíteni, színesebbé tenni a tatárunkat, akkor tegyünk bele egy nagyon kevés metélő hagymát, nagyon apróra vágva. Én még ezt is belekeverem, majd amikor meg vagyok vele, akkor félreteszem tálalásig, egy ilyen alufóliába becsomagolom, hogy ne barnuljon meg. Amitől még más lesz a tatárunk, illetve az, ahogy tálalni fogjuk, az az, hogy nem egy sima vajjal fog felkerülni a tálra, hanem egy fűszervajjal. Ha ugyanazon a deszkán dolgozunk, akkor fontos, hogy letakarítsuk azt, de egyszerűbb, hogyha előveszünk egy másikat, és szoba hőmérsékletű legyen a vajunk. Amire szükségünk lesz még egy kevés só, egy még kevesebb bors, és petrezselyem. A petrezselyemet nagyon finomra vágom, és a vajjal össze fogom keverni. Szépen ezekkel a vajdarabokkal így felszedegetem ezt a petrezselyemet, és egyszerűen, mint a gyerekek a gyurmával, megpróbálom ezt teljesen homogénné összedolgozni. Ha a vajat jól összedolgoztuk, akkor felszedjük a maradékot a deszkáról, és félretesszük, valamint fogunk egy darab háztartási fóliát, és ennek a segítségével fel fogjuk ezt hengerré göngyölni. Ide a fólia elejére kell, hogy helyezzük ezt a kis vajdarabot, és próbáljuk meg úgy dolgozni vele, hogy ne legyen
levegős. Akkor feltekertük, akkor ezt a két végénél elkezdjük szorítani. És egy ilyen szép kis bucit kaptunk belőle, amit most beteszek a hűtőbe, és hagyom, hogy megdermedjen. Kész a húsunk, kész van az előhűtött vajunk, és amire még szükségünk lesz a tálaláshoz, néhány friss zöldség és egy tükörtojás. Veszek még egy keveset a metélőhagymából, paradicsomokból, és közben egy serpenyőt hevítek, amiben egy tükörtojást fogok felütni, és körbe fogom vágni egy ilyen kis gyűrű segítségével. A fölösleges fehérjét levágom, így szebb lesz a tálaláskor. Az mindenkinek szíve joga, hogy milyen formákat vág ezekből a zöldségekből. Én az uborkát ilyen csíkokra vágom, a metélőhagymát apróra, a paradicsomoknak pedig mindössze adok egy talpat, és ezeket fel fogom állítgatni a tálcán. Kész vannak a zöldségeink, elkészült a tojásunk, ezt már csak körbe kell vágnom. Biztos mindenkinek van otthon pogácsa szaggatója, ezzel nagyon egyszerűen körbe lehet vágni, és leesik ez a rojtos, kevésbé esztétikus széle. És végül is nincs más hátra, mint hogy tálaljunk. Én fogok egy ilyen tálaló gyűrűt, de mint ahogy mondtam, pogácsa szaggatóval is ez tökéletesen elvégezhető. Rakok egy adagot az elég készített húsból. Érezni ezt a füstös illatot. Nagyon jó pofa. A vaj két végéről a fóliát levágom, és a maradékot letekerem róla. Ezeket tetszőlegesen a tányérra helyezem. Ráteszem a húsra a kihűlt tojást, és végül is felhelyezem a zöldségeket. Ha az uborkát ilyen hasábokra vágtuk, akkor el lehet vele játszani, hogy egymásra rétegezzük keresztbe, mint egy ilyen Jenga játékot. Jön a többi paradicsom, még egy kevés metélőhagyma, és frissen pirított kenyérrel vagy bagettel tálaljuk. Jó étvágyat kívánok! Valljuk be, a legtöbb gyerek rémálma a kelkáposzta főzelék. Én most megpróbálom úgy elkészíteni, hogy az mindenkinek a kedvére váljon. Amire szükségünk van, nem meglepő, egy jó nagy fej kelkáposzta. Én ennek kivágom a torzsáját, és csak a leveleit fogom felhasználni. Miután leveleire szedtem, egy-két szebet megőrzök, és a többit mind megmosom, és apróra vágom. Majd forró vízben pár perc alatt blansírozom. Hogy mit jelent blansírozni? Az igazából az, hogy pár percre, fél percre lobogó forró vízbe dobok egy zöldséget, és utána pedig jeges vízben lehűtöm. Ez azért is jó, mert sokkal több vitamin zár majd magába a zöldség, fagyasztás előtt is érdemes ezt elvégezni, illetve sokkal jobban megtartja a színét, nem fog belőle kifőni ez az üdözöld szín, ami most benne van. Kettő üde levelet félretettem, és a többit pedig pár perc alatt blansírozom. Fontos, hogy lobogjon az a víz, különben nem érjük el a megfelelő hatást. Amint a zöldségekkel együtt még egyszer felfort, azonnal le is szűrhetem, és jéghideg víz alatt át kell, hogy mossam, vagy jeges vízbe áztassam. Van nekünk még egy forró vízünk, ebben pedig burgonyát fogok kifőzni. Ez lesz az alapja a főzeléknek. Új hagymával fogok dolgozni, hogy az üde zöld színe még inkább megmaradjon a főzelékünknek, és ennek a zöld részét szintén pár másodpercre a kelkáposzta levelekhez dobom. És van még nekünk kettő darab levelünk, ennek kivágom ezt az erőteljes erét, a fás részét, és egy pillanatra ezt is
a forró víz tetejére rakom. A víz ismét felfort, úgyhogy rögtön le is szűrhetem, és jéghideg víz alatt átmosom. A fazekunkat visszatettem a tűzhelyre, egy kevés békönt lepirítok, és a maradék újhagymát ezen fogom átpirítani. Nem kell nagyon apróra vágni, hiszen ebből egy nem szokványos krémfőzelék fog készülni, és az egészet a végén le fogjuk pürésíteni. A békön maradék részéből pedig egy morzsát fogunk készíteni. Korábban már dolgoztunk így, de aki nem emlékezne rá, vagy nem látta volna, annak elmondom, hogy 2 darab tepsire és 2 darab sütőpapírra lesz szükségünk. Az egyik tepsit felfordítjuk, ráhelyezzük a sütőpapírt, és egyesével egymástól megfelelő távolságra rá teszünk néhány békön szeletet. Miután ezzel megvagyunk, rárakjuk a másik papírt, és a tepsi aljával lesúlyozzuk ezt. Így fog bekerülni ez a sütőbe 180 fokra 15 percre. A leveleink lecsöpögtek, a békön megpirult a hagymával együtt, úgyhogy ezeket most visszateszem a lábosba, és párolom, puhává főzöm. Ilyenkor adhatunk hozzá borsot, sót, és egy nagyon kevés, 1-2 deci vízzel kell, hogy felengedjük. 1-2 deci víz, és visszateszem főni. Az illatokat érezve úgy gondolom, hogy a békönünk elkészült. Jól dolgoztunk, akkor ezek szépen ilyen egyenletesen meg is pirultak nekünk. Még visszahelyezem száradni a sütőbe, de ilyenkor már lekapcsolhatom. A burgonya is megfőtt, úgyhogy én ezt leszűröm, rögtön ebbe a kis krumpli nyomóba. És nincs más dolgom, mint áttörni. És egy kevés liszt, illetve tojássárgája, valamint só hozzáadásával burgonya gombócokat fogok belőle készíteni. Ha nincs otthon ilyen burgonya nyomó, nyugodtan egy villával is össze lehet ezt nyomkodni, hogyha elég puhára fröztük a krumplit. És felteszek még egyszer forró vizet főni. Ebben fogom kifőzni a burgonya gombócokat. A gombóchoz kell egy kevés liszt, tojássárgája és só. Fontos, hogy azért annyira ne legyen már forró a krumplink, hiszen hogyha hozzáadjuk a tojássárgáját, akkor az ki fog csapódni. Még egy kicsit meleg, viszont a főzelékünk kezd alakulni. Egyetlen egy dolog hiányzik belőle, ezt én a végén szoktam beletenni. Egy kevés fokhagyma. Amíg ezt belenyomom, addig pont megfelelően ki fog hűlni a burgonya, és hozzáadhatom a tojássárgáját is. Látszik, hogy a levelek összeestek, körülbelül fele mennyiség lett az egészből, mint amikor elkezdtük. Akkor visszajövök ehhez a kis masszához. Kész a massza, meg egy nagyon pici lisztet használok a gombócok kiformázásához. Nem szabad túl sokat, hiszen akkor kemények lesznek. És egyszerűen csak a kezemmel ilyen finoman összegyúrom. Gyerekeket ebből be lehet vonni. Biztos nagy segítségünkre lesznek, illetve kicsit eljátszanak ők is. A gombócokat kifőzöm. Nem kell sokáig főzni, hiszen a krumpli már megfőtt. Addig kell, hogy a forró vízben legyenek, amíg fel nem jönnek a víznek a tetejére. Ne rakjunk bele túl sokat egyszerre, hát ha összeragadnak. Inkább két részletbe, ha ekkora edényünk van, két részletbe főzzük ki ezt a mennyiséget. Amíg a gombócok főnek, addig pedig lepürésítem a főzeléket. Kevés vajat rakok hozzá. A gombócok feljöttek a víz tetejére. Én leszűröm őket, és egy kevés olajon picit átpirítom. A főzelék is elkészült. Visszaöntöm az edénybe.
és nincs más hátra, mint hogy tálaljak. Veszek egy keveset a gombócokból a tányér egyik felére, és a másik felére merek ebből az üdezöld krémfőzelékből. A morzsát pedig itt a két rész közé szórom. És most jogosan kérdezik, hogy minek van nekünk még két kelkáposzta levelünk. Nos, hogyha valakinek még így sem elég szép ez a főzelék, vagy valakinek a gyereke még így sem menné meg, akkor még egy kis csalafintaságot vihetünk a dologba. Veszek egy keveset még egyszer ebből a burgonyából. Jöhet rá egy kevés főzelék. Itt azért valamivel kevesebb, nehogy kifoljon. Egy kis bacon az íze miatt, hiszen azt a gyerekek mind szeretik. Ezt ügyesen felcsavarom. Jó étvágyat kívánok! Desszertünk mákos guba lesz vajas kalácsból, házi megyfagylaltal, forró vaníliasodóval és habcsókokkal. Mivel a habcsók tart a legtovább, ezzel fogom kezdeni. Tojásnak a fehérjére lesz szükségünk a habcsókok elkészítéséhez. A sárgáját pedig beleteszem már most tejbe, hiszen ebből fog készülni a sodónk. És a szokványostól eltérő módon én nem porcukrot fogok felverni a tojás fehérjével, hanem készíteni fogok egy nagyon forró cukorszirupot. 150-180 g cukorra lesz szükségünk, és ehhez egy 4 evőkanálnyi vízre. Ezen kezdjük el majd forralni. Most mondanám önöknek, hogy egy 120 fokos cukorszirupot készítsenek, de úgy gondolom, hogy a legtöbbek háztartásában nincsen hőmérő. Akkor lesz ez jó, amikor már körülbelül az utolsó kristálycukor is elkezdett olvadni, és már nagyon habos, nagyon bugyborékos ez a keverékünk. Mikor a cukorszirup már kezd alakulni, akkor nagyon lassan elkezdjük verni ezt a tojásfehérjét. Nem kell még teljesen felverni, mikor már kezd egy kicsit habosodni a teteje, akkor fogjuk nagyon-nagyon lassan hozzácsúszgatni ezt a szirupot. Azért kell nagyon lassan, nehogy kicsapódjon a fehérje. A habunk, amikor így néz ki, akkor elkészült. Fogok egy habzsákot, ráhúzom a kezemre, ez így könnyebben meg fogom tudni tartani. Nem lesz olyan egyszerű dolgozunk, hiszen ennek a habnak alig van súlya. Meg kéne töltsük vele ezt a kis zsákocskát. A zsák száját bezárjuk, a végét kivágjuk. Ilyen apró kis rudacskákat fogok én ebből ide nyomni a tepsire. Nem az a szokványos habcsok, de így könnyebben is ki fog nekünk száradni. Néhányra szórhatunk egy kis mákot is, még ilyenkor az elején, hiszen így tud rátapadni. És hogy ne barnuljon meg, 65 fokon fogom kiszárítani a sütőben 1-2 óra alatt. Amíg a sütőben készülnek a habcsókok, addig elkészítjük a forró vaníliasodót. A tojásokat már beleütöttem a tejbe, adok még hozzá vaníliarúdnak a kikapart belsejét. Én most cukor helyett édesítőt fogok hozzáadni, hiszen a mákunkba is fog cukor kerülni, a habcsókunk is elég cukros, úgyhogy nem szeretném tovább emelni a kalóriaszámot. És ezt addig kevergetem, amíg be nem sűrűsödik. Van még nekünk néhány szelet kalácsunk, ehhez én serpenyőben vajat fogok olvasztani, és a kalácsokat pedig leszélezem. Ne aggódjanak, nem fog ez sem kárba vészni. Én ebből a lehulló darabokból egy morzsát szoktam készíteni, és sokszor ezt is használom panírozáshoz. Például, amikor sajtot panírozok, akkor jó pofán áll neki, amikor édes morzsába van forgatva.
A kalács széleit beleteszem a turmixgépbe, és pár másodperc alatt gyorsan átforgatom. Látszik, hogy ilyen kis morzsalékos lett ez nekünk. Ez nagyon egyszerűen, ha kiöntjük egy ilyen edénybe, akkor néha át kell forgatni, és akár egy nap alatt ki fog száradni. A vaj elolvadt, és a kalácsokat ezen fogom átpirítani, minden oldalát. Ne sajnáljuk a vajat, nem baj, ha felszívja a kalács egy kicsit, hiszen így még teltebb íze lesz, és jobban meg fog pirulni. Mikor a kalácsokat minden oldalon átpirítottam, igen, még az oldalán is, akkor kiveszem őket, és a serpenyőt csak kitörlöm, és újra vajat olvasztok benne, és egy cukros, mákos, vajas krémet fogok készíteni. És ezzel a cukros, mákos keverékkel megkenem a kalácsoknak a tetejét. Kettő dolog kell még nekünk, a folló vaníliasodó és a házi megyfagylalt. A sodó melegszik, és addig elkészítem a fagyit. Jeges megyre lesz szükségünk, amit beleteszek egy turmixgépbe. Teszek hozzá egy kevés krém sajtot, nem baj, ha enyhén sós. Tejszínt. Vaníliát. És ide is inkább egy kevés édesítőt, mint cukrot. És az egészet összetúrmixolom. A sodónk elkészült, a habcsókok is készen vannak. Kiveszem őket a sütőből. És ha jól dolgoztunk, akkor ezeknek szépen le kell jönni. Azért nem szabad magasabb hőfokra rakni, mert be fognak barnulni, és nem marad ilyen szép fehér színe. Ha nem akar lejönni, akkor várjunk vele egy picit. Hogyha kihűl, akkor biztos könnyebben le fogjuk tudni szedni. És nincs más hátra, mint állaljunk. Öntök a sodóból a tányér aljára. Erre ráültetem ezeket a kalácsokat. Még egy kicsit öntök rá. Van nekünk ugye még egy megyfagyink. Valószínűleg elolvadna a süteményünk tetején. Úgyhogy egy keveset a mákból teszek így a tányér szélére. Megpróbálom erre ráültetni, hogy ne csúszol le róla. Rakok bele egy gombócot. Jó étvágyat kívánok! Remélem tetszettek az ételek, két hét múlva megmutatom, hogyan készítek én burkát, föltő és bél nélkül házilag. Tartsanak velem!